Szerinted stimmel az, hogy jókor jó helyen? Előre szólok, ebben a videóban sokkal kevesebb lesz a szex, mint az előzőben. Mi van akkor, ha szeretnénk az örök boldogságot, örök gazdagságot, örök szerelmet végre magunkhoz vonzani? Hajd mondjak el egy rövid történetet ezzel az üvegcsével kapcsolatban. Hiszek abban, hogy a legjobban a természet adja meg azt, amire szüksége van a testnek. Mivel a gyártóval nagyon jóban vagyok, arra gondoltam, megkérdezem őket, hogy mit szólnának hozzá, ha tudnánk valamilyen kedvezményt adni azoknak, akik hasonlóan gondolkodnak, és például a csatornát nézik. Tuti, hogy jókor voltam jó helyen, és ők is nagyjából a Facebook Messenger-t nézegettük, és körülbelül három üzenetbe telt az egész. Felvázoltam nekik az ötletemet, ők ezt megvitatták, és szerintem percek múlva, bár lehet, hogy egy picit hosszabb volt, jöttek a válaszsal, hogy a Balás 10 kuponkóddal mindenki 10% kedvezményre jogosult. Maga a gondolat nem annyira formabontó, mert ha úgy vesszük, akkor bárki előállhat egy olyan ötlettel, hogy adjunk kedvezményt, mert azt szívesen veszik az emberek. De maradjunk ott, hogy szeretnénk örök szerelmet, örök egészséget, örök gazdagságot és örök vidámságot az életünkbe. Tulajdonképpen a lehetőségre van szükségünk, tehát jókor lenni jó helyen az nagyon kifizetődő, de hiányzik innen valami. A videó végén el is mondom, csak hogy végignézd. Mindenek előtt tegyük már tisztába ezeket a szavakat, mert nagyon latin, meg nagyon görög. Az egyik a szinkronicitás, ami a görög szinkronos szóból jön, Szün mint együtt, kronosz, mint idő. Vagyis együtt egyszerre történő. Eredetileg egymással kapcsolatban nem álló események előfordulása, és a meggyőződés, hogy ez az együttes előfordulás nem puszta véletlen. A másik szavunk a szingularitás, ami latinul egy különálló valóságot jelent, továbbá különleges viselkedést vagy szabálytalanságot mutató hely vagy helyzet a matematikában olyan egyedülálló pont, amelynek a környezetében a matematikai függvény szabályos, de, de amelyben a függvény ezt a szabályosságot elveszíti. Ahogyan ígértem, ebben a videóban sokkal kevesebb a szex, mint az előzőben. Mégis meg kell említenünk Carl Gustav Jangot. Tudod, ő mondta, hogy van csecsemőkortól kezdve orális, meg anális korszak. És azt mondta, a szinkronicitás a spirituális ébredés kulcsfontosságú eleme. Minél közelebb kerülsz a szingularitáshoz, a forráshoz, az egységhez, a teljességhez, bárhogy is nevezed, ha a mezőből teremtesz, és nem az anyagból, akkor mivel a kvantumban minden gondolat kibocsát egy frekvenciát, ezért a gazdagságot gondolata a bőség frekvenciáját, érzését kell, hogy előállítsa. Ha ennek átélheted az érzését, mielőtt az esemény megtörténne, Elkezded megváltoztatni az információt a mezőben. Folytasd ezt, és a gondolat tárgyiasítja és meghatározza a valóságot. Egy gondolati formát hozol létre, és idővel egyszer csak megjelennek ezek a szinkronicitások és eredmények az életedben. Ha nem tudsz túljutni a testeden, és a figyelmed a testeden marad, akkor anyaggal próbálsz anyagot változtatni. Ha a mobilodon jár az eszed, vagy a partnereden, a gyerekeiden, ezek nem rossz dolgok, de ha nem tudsz túljutni, akkor birtokolni fognak. Ha azon nagy az, hogy meddig tart, vagy mennyi idő kell a meditációhoz, akkor nem vonatkoztattál el a háromdimenziós valóság világától, hogy valami mással teremts. Annak a folyamata, hogy legyőzzük önmagunkat, ez a felülkerekedés lesz, utána az átlényegülés folyamata. Köszönöm, hogy velem tartottál, linkek a leírásban, szuperlák is valahol ott van, és ozd meg bárkivel, akinek úgy érzed, hogy javára válhat. Kívánok, nagyon boldog. Ja igen, nem elég a megfelelő helyen, a megfelelő időben lenned. A megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő személynek kell lenned. Jön a srácból a bölcsesség. A matematikában olyan egyedülálló pont, aminek a környezetében a matema matematikai.